jobb. Szóval ide berecskázott nézzétek. Csak mutatom, amikor a játékban a robot úgy gondolja, hogy megszexeli a fa eszközt. Látjátok? Tehát nem azért mondom, de na, tessék. Egy klippet megjött, nem? Tehát... Aha, nézzétek? Azért vannak ott hibák. Mi vibrál, haló? Figyelj. Jó, figyelj, azért vannak itt problémák azért. Én mondtam nektek, hogy ez nem a legtökéletesebb még. Jó van. Jó lesz. Mekkora lett volna, ha átesek rajta is. Repülünk oda semmibe. Jó, megnézem én azt a térképet, mert most egy kicsit azért, hogy... Gyufát megtudod. Aaaa! Menj ide! A fasz van itt! Fasz ki, mi van itt? Még kellek föl! Á, kurva élek most már! Kezdődik. Bocsánat. Elkezdjük a mai köcsökséget. Anya! Nem! Nagyobb akár csak itt az a videó nő. Öld bár meg! Ne! Oké? Okay. Együtt és! Baszd meg! Megvan! 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 Akkor meg mi a fasznak legyen vele? Már bocsánat! Négy hónap alatt se jött rá, hogy... Ezt láttátok? Azt a kurva élet! A kurva anyádat, álljál már föl, azt menjél, bazd meg! Na bocsánat! Láttátok, mit csinál? Nem fog égni a hajam. Megöltem őket, ez most sikerült, csak az a baj, hogy szerintem ki fog gyulladni a... Igen, erről beszélek. A kurva anyádat, te büdös szar, hogy fölbásztál a falon, gett! Bocsánat. Láttátok? Guggolva megy, amikor nem is kéne guggolni, a hülye kurva nem állt föl. Nem nekem, a csaj nem állt föl. És utána fölmászott a farra, baszki. Ez mi már? Remélem, többen is vagytok. Ó, itt is van egy. Utána a másik végére, úgy de jó, hogy elhajoltam, Istenem! Annyira érzem már! Honnan jön? Tisztok töltény! Lesz egy te hülye gyerek! Hát itt kiártad a Norbi! Töltsél újra gyorsan! Jön a csúnya gonosz bátyi! Hahahaha! Azt hittek? Baszki! Még én is elhajoltam! Mit csinálsz velem? Kibadod van? Adjál már békén, letépte az arcom! Ja, elnézést! Nem gyújtja föl! Nem gyújtja föl! Nem üt! Nem csinál semmit! Csináld már, kurva anyád! Hát nem is akarod elhinni, hogy mekkora egy szar ez a játék! Azt a mindeni! Oké. Okay. Adjál békén! A kurva anyád, bocsánat! Ki a Spider Guard, bazd meg? A Spider Guard az egy nagy rekász szari. Oh, az figyelj! Az szép volt!
Ez nagyon kemény bazdmeg. Vagytok még kocsikat? Paszki! Lebasztam! Még szárnyak meg a faszok! Oké, okay, érkezünk! Bekötöttük a szemét! Szerintem kész! Kész! Hogy szopjon le az összes! Semmi másért! A... Na, ez meg meghal, bazd meg, ott van! Töltsd már be azt a geci fegyvert! Ezt lőjjé, bazd meg! És nem rúgta le! Fölbázik azon a gecid! Na! Hát most elegem van. Nézzek, nem tölti be! Hát mi jót nagyobb azt a geci gombot! Na! Halljál már meg, bazd meg! Csinálj már valamit! A retkes kurva élet faszában már! Geci minta! Lassítok, faszom, olyan! Ne! Nesze, rohadjál meg! Istenem! Ez a célzás az egyenlő a nullával, geci, ebben a játékban! Nézzek, most is a hátát nézi, geci! Hát csinálj már valamit! Rohadjál ki, geci! Töltsd meg azt a kurva fegyvert! Istenem, egy rakás szar vagy, basz meg! Komolyan! Egy rakás szar! Nézzek, nincsen pajzsa, de még jön, geci! Úristen, hülyét kapok mindjárt. Hát lőd már le! Faszomba! Ez az! Megvan! Ennyi! Ott is van, drekikém! Azt higgyeljétek! Azt, szép! Hozzad! Csrácsi! Nice! Ugye, ezt így kell! Úristen, gyerekek, mi van itt? Lesz arra, hogy mi kell neked! Rohadjál ott meg, ó vagy! Te csücskagyász, geci! Ott van! Faszom az összes csücskába! Oké. Okay. Valami rászkódása. Fuck! Meg. Azt a kurva élet! Ez az! Szuki! Penge! Jöttek a vámpírok! Get away from me! Hajd a kurva élet! Aaaaaaah! Ömlik a vér! Én a gyűjtszerekben a szarba. Nee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 e
Még két neves! Lőjél már! Na végre! Basszad meg a kurva anyádat!
Na, halló, halló, szavaztok, kedves fiúk és lányok! Mindjárt lesz kép is. Amint. Kikapcs. Bekapcs. De ez az, itt vagyok. Na, üdvözletem, csoda szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Itt is vagyok, ragyogok. Igen, a mai este folyamán folytatjuk tovább a Made of Scare nevezetességes horrorjátékot, ahol is ugyebár egy szállodába kirándultunk el Thomas bőrében, és a mi kis párunkat, Elizabeth-et keressük fel. Amit eddig megtudtunk, ugye az, hogy hát bujkálni kell, elég erősen bujkálni kell, és amikor a közelben vannak a jól halló süket vak, ja nem süketek, csak vakok ugye az ellenfeleink, akkor ugye be kell fogni a szánkat, lélegzetet vissza, és megfeszülve figyelni, várni, hogy nehogy valami probléma legyen. És igazából ennyi, gyűjtögetni, keresgélni, és azért szerintem lesznek majd ilyen feladatok, mert ugye voltak olyan helyek, amiket nem tudtunk kinyitni, tehát, ja igen, ilyen zenedobozokat gyűjtünk, és egyebeket. Tehát igazából így erről szól az játék, meg hát ugye arról, hogy a mi kis családunk elmebeteg tagjai, ugye azokat elragadta a sötétség, és ezért lettek ilyen debil állatok, akik minden oda látogató vendéget kinyírnak. Tehát igazából így fogalmazhatnám, ez a sztori egyelőre, aztán meglátjuk, hogyan tovább. Azt hiszem, a kertben vagyok, ott tartottunk, hogy a kertben vagyok, és onnan folytatjuk tovább. Tényleg mindenkinek jó szórakozást kívánok, és érezzétek magatokat jól itt a chatfalon is, és majd a YouTube-on a visszanézőket is. Hello, sziasztok! Na, let's go! Hang van-e? Itt van. PlayStation-en van. Én is ott vagyok? Én is ott vagyok. Háttér milyen? Nem a legjobb. Várjál, mindjárt megeszközölöm azt is. Úgy. Nice. Let's go. Szevasz, Tyson-ka. Tyson-ka itt alszik velem szembe. Ki van ütve. Tehát jó lenne, ha nem sikítoznátok. Jó, mert fő fog kelni. Na, csodaszép szombat estét. Jó idő volt ma, srácok, itt nem esett az eső, kicsit borús volt, de el is mentünk egy kicsit kirándulni a mai napon. Na, ugye mentésünk végtelen, hát szerintem itt lehet, hogy használhattuk volna azt, amikor korlátozott a mentésünk száma, de hát mindegy, folytatás. Ugye eléggé ilyen filmes, realisztikus a kinézet, eléggé homály volt a kép, és most egy házba mentettem. Igen, itt kint elég sokan voltak. Ide bújtunk be. Oké, ez most már rémlik. Oké. És ugye kaptunk egy gömböt, amivel most már tudjuk őket ijeszteni. Jó, hadd nézzem, mi van. Ugye most kell visszamennünk szintén a szállodába, és ugye hengereket kerestünk, abból megvan, meg is nézem mindjárt mennyi. Hengerekből van 2 a 4-ből. Van 3. Oké, itt van a hangmodulátor, zenés medál és ugye a kotta, és ugye itt vannak fonográ gyűjthető dolgaink, és mi egymás. Na jó, kell még azért sok-sok minden. Mindent is átnézünk. Ez az a telefonot. Jó. Nézem, hogy mit jelöl a térkép így konkrétan. Na jó, akkor haladunk, aztán majd meglátjuk. Melyikkel is googolok? Ezzel. Ezzel fogom vissza a lélegzetem. A többit meg leszarom. Jó. A többire meg majd rájövünk. Na, eltűnt mindenki? Eltűnt mindenki. Mik ezek a fejek itt? Kérem, tessék. Már egyből találtam itt valamit, tessék. Hangmodulátor kazetta, tessék. Azt elrakta, meg azt is elrakta.
Ja, hogy a hangmodulátor is merül. Amit összeszedtünk. Az is merül, és abba is kell... Na jó, elmegy ez a picsába. Ott van valami szemba, jól látom. Most jövök jó felé, oké. Ez csak egy gyertya. Semmi extra. Na jó, dőljünk hátra. Mi újság, Kulkó, hogy telt a napod? Mit csináltál? Mi a stájsz? Kérdezhetném így. Bocsánat. Ó, oh, ott már vannak. Ja. Ja, Google-unk, tudjátok, az már bevált. Bazzik, itt sokan vannak. Egy, kettő. Látni nem sokat, látni megint. Látod meg? Itt már van valami, kérem szépen. Ott egy kérdőjel, azt már most látom. Szerintem mit csinálunk áramot? Lehet, ezzel kapcsoltam ki az ajtót. Ja, melóztál. Közben engem mindjárt elkapnak. Mi úgy gondoltuk, hogy... Hol van? Én nem látom. Ja, itt van. Mindjárt mondom, csak most nem látok. Itt jön szem. Bazzik, mi a fasz van? Na, bocsánat. Lehet innen jövünk, mert itt többet látok. Bazzik, ez jön utánam. Anyár pics. Nem tudok elbújni a fa mögött, ez mi van? Várjatok, szava, Tomikám, üdvözletem, hello, szia, jó szórakozás. Mi lenne, ha futnék? Azt én nem vesz egy nagy levegőt, de tényleg. Jó, mindjárt mondom, mindjárt mesélek. Most már ki szeretnék innen jutni. Vazzak idén az ajtóhoz, hát nem szégyeli magát? Na tehát, kedves Hulkom, elmentünk, gondoltunk egyet. Tőlünk ugye itt nincs messze Szentendre. Oda mentünk el. És sétáltunk egy kicsit, meg kajáltunk egy jót, aztán egy. Hát de várjál, még itt kell lenni még egy kapcsolónak. Bazzeg, van még egy. A kurva élet, van még egy kapcsoló. Hát de mentem egy kört és nem találtam. Ó, a picsa, bazd meg. Látni meg nem látok, ugye? Na jó, akkor nézzünk el ide. Kell még egy áram. Hát kurva jó. Lehet, hogy az benne lesz a közepén?
Ott van a végén, bassza meg. Ott mentem el mellette. Nem tudom magamra csukni? Jó, nem. Akkor megvan. Jó, hogy erre jöttünk, fassza. Én mindig nem látok semmit a játékban, de... ezt megszokhattuk, hogy ezekben a játékokban... miért is látnánk bármit is? Most beszorultam, haló. Beszorult a karakterem. Mi történt? Srácok! Ezt láttátok? Haló? Átestem a izén, basz meg a textúrán. Most van ilyen? Pat meg! Kezdhetem előről. Átesett a textúrán a karakterem, bazd meg. Hát ez mi? Szia Kriszti, sziasztok! Hello! Igen, ez elvileg egy horror játék lenne. Ezt kezdtük el a múltkor, és úgy látom már befingott a játék, mert... átestünk a textúrán. Ez mekkora, bazd meg? Igen. Elmondtam így a stream elején a történetet. Leginkább a bujkálásról szól a kalandunk. Mi Thomas vagyunk, tehát Tommy. Tommy, te vagy a főszereplő, és Elizabeth-et keresed. Ez a beszéd, ez a beszéd. Ez az Viktor, éljen Viktor, csak is Viktor. Ja, nem, szopjon le. Ja. Nem hallottam, Kriszti, nem nézek híreket, mert ha néznék híreket, akkor kurvára fölbasztám magam. Tehát nem, nem nézünk ilyet. Hülyét is kapnék. Láttok valakit? Én még nem. Jó, egy áram be. Ma kirándulni voltunk, és semmi más nem érdekelt. Ott mászkálnak. Ezek egyébként vakok. A fülükre hagyatkoznak, és próbálnak minket elkapni. Tehát nekünk csak az a célunk, hogy kúszba menjünk, és kapcsoljuk be az áramot ahhoz, hogy ugye ki tudjuk nyitni a kaput, és tovább tudjuk haladni. És mentési pont az korlátozott. Mi az, hogy nem tudom? Vasszak, előbb ki kell nyitni a kaput, és utána ide jönni. Ó, mekkora egy buzi! Tehát akkor nem úgy van az, hogy... tehát az elsőt ki kell nyitni, bassza meg. Ezek ketten vannak itt. De nem megy ki oldalra, mert megint bazzag átosak a textúrán. Én hülyét fogok kapni. Fogd már be a pofádat. Ez az. Egy szólj se, gyerekek. Meg ne szólaljatok. Levegőt sem vegyetek. Megint beszorult a karakterem, geci. Hogy... miért ekkora szar ez a játék, haló? Nem is látok. Olyan sötét, mint az éjszaka. Ja, tényleg. Ott megy. Mindjárt olvasgatok tovább, bocsánat. Kinyitjuk az elsőt, és vissza kell most menni ahhoz, és újra kinyitni a másodikat. Mekkora? Google-ba megyek, mert ugye akkor meghallják a lépteimet. Bár így is. Ajaj. Mi a fasz? Mibe léptem bele? Mi tört szét? Megvágott valami, bazdmeg. Ez hülye. Mi tört szét? Mibe léptem bele? Komolyan mondom. Na, mindjárt meg lesz. És vissza is kell jönni? Paszki van.
Még jó, hogy ezeknek tényleg nincsen szemük. Ez az. De most vissza. És ugye csak akkor ment a játék, hogyha mi egy hangló faz... Ja, az tört szét, bazd meg! Egy méreg lófasz tört szét. Akkor menjünk be az erdőbe. Hát, ha majd jó elkapnak, mindjárt bazdnak. De várj, itt szól a zene. Ezt tudjátok, ezt föl kell venni. Ó, bazd meg! Hol szól ez a szar? Itt van. Oké. Okay. Ezt ugye össze kell szedni. Itt van balra, bazd meg. Hogy szól ez a kapuban meg! A kurva élet, bazd meg! Szegény macska megijedt. És elszaladt. Jaj! Gyógyítani kéne. Basz. Álljatok már meg, bazdnek, hogy kell gyógyítani? Oké, okay, nem mindegy, tele vagyok. Jó lenne menteni, bazdnek, ezek bejönnek mindjárt az ajtón, az végem. Ajá, jó mondod, az érinthetetlen. Ez olyan, mint egy maffia tag, bazd meg. De nincsen nálunk egy kurva zseblámpa? Azt az így addám. Ja, és miért nem nyomtam be, bazd meg a izét? A speckómat. Na jó, térképünk van? Az van. Viszont most visszajöttem, úgy látom akkor a... Igen. A hotelben vagyunk, most már fölülről érkeztünk be. Ugye itt mentünk itt körbe, és most már vannak kulcsaink. Szia Krisztián, üdvözletem! Merről szól az zene, kihallja? Itt van a szobában valahol, jó. Na, még majdnem beszartam. Azt a kurva élet! Az bejött az ablakon! És miért kellett ennek bejönni? Hát a szívramot hozta rám. Köszi szépen. Aha, ott fölünk ebbe a szobába, pedig ebben már jártam. Szemben van egy kérdőjel, és balra egy szoba. Hát ez kurva jó. Na jó. Te hallod, ez erre fog jönni, én nyakon szúrom. Pontosan, én is ezt szerettem volna mondani, 50 ezeret el tudsz költeni
50 ezer a VIP? 50 ezer. Tehát 50 ezeret VIP-re. Szerintem az a legjobb. És akkor kapsz te is egy olyan szexi csillagot. Körbenézzünk, mielőtt bármit itt csinál. Ezt azért elolvassam? Persze. Ezt nem tudom elrakni ezt a szart a kezemből. Már bocsánat, nem szeretném elhasználni, csak azért. Megvan a Kraken kulcs. Oh yeah. Akkor használjuk ezt, hogyha baj van. Végül is most baj volt, nem? Csukd be az ajtót, bazzad. Így... Ajtón remélem nem tud átjönni. Hú, na meg volt a Kraken kulcs. Hát... Kriszti, gratulálok! Gratulálok! Mindjárt. Akkor egy perc türelmedet kérem. Be is állítjuk neked azon nyomban. És... Mindenféleképp, ami még... Ez mellé... jár neked, az mindenféleképp egy hatalmas tapsvihar, amit már is megkap. Gratulálok, Kriszti, gratulálok! Ezerszeres VIP tag lettél. Na, és már is benyomom, amelyet be tudom nyomni. Nevedet látom, már is megyek a csatornára, és már be is állítom, ha megtalálom, addig bocsánat, hogyha hangzavar lesz. Igen, itt van az, hogy... Na, áradok, más tudom, most mi van. Nem akarok együtt közvetíteni senkivel. Közösség, szerepkörkezelő, és akkor azt mondja, hogy új hozzáadása. Keressük, hogy... Lara! Na, ez az alsó vonal. Ez egy nehéz lesz így, Croft 01. De lehet, hogy nem írom be az alsó vonalra, ezt meglátjuk. Croft. Eddig ide berecskázott egyszerűen. Csak mutatom, amikor a játékban a robot úgy gondolja, hogy megszexeli a fa eszközt. Látjátok? Nem azért mondom, de na, tessék. Lepődjetek meg, semmi baj, így. Na, gratulálok Kriszti még egyszer most már, amit látod. Ott van a VIP. Hát utána majd följebb állítjuk a VIP-et. Mindenki szépen kiváltja a VIP-et, aztán fölállítjuk 500 ezerre. Na, kitalálok valami mást. Nem tudom. Nagyon szívesen, Kriszti, köszönöm magadnak a kitartó figyelmedért jártem-e. Nagyon inkább akkor most már fölállok. Figyeljetek, szeretetek, ez utánam jön? Elnyomtam egy ilyen szart, lehet nem kellett volna, de mindegy. Itt van valami. Színház. Kár, hogy nincs ebbe a játékba. Csöng a telefon, azt hallom. Tehát, hogy kár, hogy nincs ebbe a játékba, kurva zseblábba. Vagy legalább egy gyufa. Vagy egy bármi szar, amivel legalább... látnánk egy olyan... 2 centire. Először erre jövök, tudjátok miért? Hát, ha itt el lesz dugva bármi is. Rövidítés. Pazd meg! Csukd be kurva gyorsan. Oké. Okay.
rövidítés az tök jó volt, ott van egy mászkáló kis köcsög. Egyből. De jó, ők az ajtót nem tudják kinyitni. Ez már egy pozitívum. Mi az a sok légy? Csöng az a kurva telefon, igen, hallom. A kukában nincs semmi, madár nem támad ránk. Ott egy ajtó. Itt majd körbe-körbe kell menni, mert ugye le van zárva. Hú, ez a telefon csörgés, de idegesítő. Halló? Hol a telefon? Na izé, csajom az. Csajom hív. Azért is előbb körbenézek. Fogd be a pofádat, te köhögjél. De hogy itt is... Mire kezd el köhögni a karakterem? Úgy halkan megkérdezem. Tehát, hogy ott száll a por, és akkor neki annyi? Na figyeljetek! Találtam egy hengert. Thomas, remek hír! This will surely free us all. Ez biztos kiszabadít mindannyiunkat. Tudod, hol lehetnek a többiek? Tehát ugye a többi henger. I'm sorry, my love, but I do not. Sajnálom, szerelmem, nem tudom. Az apám és nagybátyám, a családom számos titkot őrzött, és mindez csak most kezd világossá válni. A többi hengernek a hotelbe kell lennük, talán az első vagy második emeleten? Juss fel valahogy a hozzám, keress egy utat a padlásra. Feladatunk adott, irány a padlás, pallás, aztán keressük meg a csajszit. Jó. Egy ajtó van ott lefelé. Nem erre, erre. Hol az ajtó? Vakuljak meg, ha látom. Ott van. Aha, itt kell elsunyogni itt hátul. Nézd már, hogy el volt dugva. Olyan sötét van ebben a játék, hogy eszméletlen, de komolyan. Zárva van, bassz meg. És mi kell hozzá? Miért nem tudok itt kimenni? Haló? Akkor a fő... Bassz meg. Még ott van szembe a telefon mellett is egy ajtó. Itt. Ott a térkép. Itt valaki sétálna, bazd meg. Szerintem sétál is. Ó, itt a csengettyű. Jó. Itt a térkép. Megkaptuk az egész térképet. Ez egy jó dolog. Van egy szoba, meg egy kérdőjeles szoba. Jó. Ez a mentési hely, tehát ide eljövünk. Ez biztos. Mindjárt gondoltam, szenzációs. Más nincs itt eldugva. Aha. Ennyi? Némi információt fogunk megkapni a történetet illetően. Hallgassunk bele. Igen, Thomas. Thomas. Hát sok infót nem kaptunk. Thomas. 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 Oké. Felvétel egy kicsit... Jó. És viszont ezzel a táblával tudunk csöngetni, és el tudjuk csalni ezeket a szerencsétleneket. Ez mi a bár? Aha, jó. Ugye, csaljuk ide őket? Ketten vannak. Várjátok, elcsaljuk őket a bánatba. Hova csaljuk? Mondjuk a Shaple-hez. Nem is látom a Shaple-t. Így elcsaljuk a Shaple-hoz.
A halból emeltétek a picsába, például a teatre, mozi, azt is megcsörgetem. Jó, akkor office. Office. Remélem, ide csörgetem őket, bazd meg. Amennyi eszem van. Egy újság. Na. Hát igen, ezt így kell. Látottam, hogy neked is lassan meg lett. Na megnézzük, ez az újság mit akar. Ott igen. Harry Hughes nagyra becsül zeneszerző, mutatja be legújabb mesterművét. Opa. Igen. Igen. Jó, az a zeneszerzőről szól, aki itt eseményeket tart. Valahogy el kéne csalni ezeket a szerencsétleneket. És itt ki tudok én menni? Nem. De várjál, ki se tudok bújni? Nem. Ide kéne valami. Ide kell rá rakni. Mit rakjak rá? Kulcsot? Nem tudom, ez se. Szerintem ez egyik se jó ide. Na látjátok? Ide is kell valami. Ilyen csapszerű valami. Na jó, hát akkor menjünk. Oké, arra volt a mentési hely. Hát tök jó, hogy erre eljöttem. Vissza kell menjünk középre. És azt mondja, hogy mi a feladat? Juss fel az első emeletre. És oda hogy? Itt le van zárva minden. Na várjátok, a térképet nem lehet mozgatni? Ja, van Kraken kulcsunk. Ott tudunk fölmenni az emeletre. Szia Gyula, üdvözletem! Akkor itt mögöttem van egy kérdőjeles ajtó. Vagy ja, nem, ez a feladat. Jó. Jó, akkor megkeresem, hogy mi a stájsz. És megyünk. Jó. Hát tök jó, hogy ideig eljöttem. Ki kell menjünk a halba. Jól fele jövök? Igen. Tehát ki kell menjünk a halba, és át kell jutsunk a túloldalra. Jól láttam? A túloldalra át kell jutni, igen. És ott lesz is egy krakenes ajtó. Full egyenesen kell menni. Le is googolok. Bazd meg, és egyből itt a csávó, érted? Tehát nem is az, hogy máshol lenne, egyből itt van. Itt is fel lehet jutni az elsőre, csak így halkan közlöm. Hopp, az meg a hiány. Jó. Jó. Ott van benne. Hopp, az meg, ez miért jön erre? Hát most azt hittem, hogy elkap. Állj, ide hogy jutok be? Ezek le vannak zárva. Aha. De ott a... előbb ahol voltunk. Ahol bejöttünk ebbe az épületbe, srácok. Ott be tudtunk volna ide menni. Ó, hogy a baszás jöjjön bele komolyan. Most menjek vissza, nézzük meg. Én megnézném, megmondom a frankót. Engem érdekel az a cucc, össze akarom szedni mindent. Figyeljetek, itt úgyse lesz senkit, fölállhatunk. Egy lesz ott a végén, ugye? Miért nem fut a karakterem? Na végre. Itt lesz egy, ugye? Itt lesz egy tök fej, de hát ezt kinyírjuk. És hallod, egyből jön. Tehát, hogy ez mi már?
Miért egyből oda jön, ahol én vagyok? Nem lehet ezt megütni segbe, vagy valami, de tényleg. És mindig arra megy, hogyha megfigyelitek, amerre nekünk kellene menni. Ez milyen genyaság már, ott kéne kimenni azon az ajtón. Ó, Gyulám, hát jobbulást kívánunk. Ha minden lerázzuk. Úgyse hallja, merre jövök. Így meg pláne nem hallja. Most marha kíváncsi vagyok, mert... De figyelj, oda nem tudok elmenni jobbra. Igen, na jó van, megszivattak. Nem lehet arra menni. Itt meg visszamegyünk, jó? Tehát ezt beszoktam már megint, köszönöm szépen, Norm, ügyes. Igazán ügyes voltál. Mehetsz tovább, azt ülj le egyes. Tomikám egyébként, képzeld, de voltam én is. Időpontot kérni, képzeld, de vagy képzétek el. Én is úgy gondoltam, hogy kicsit utána járok a dolgoknak, így egészségügyet. Merre jövök, erre jövök, jó. Tehát az egészséget szeme elé rakva, elmentem és kértem egy időpontot, hát hova? A férfiak helyére, az urológiára. Mert úgy gondoltam, hogy mint a nők, ahogy tudnak ugye szűrésre járni, úgy én is járhatok szűrésre, és megnézhetek egy pár dolgot. És hát így is tettem. Kértem egy időpontot, srácok, és ezt becsukjuk. Oké, és mentsünk egyet? Szerintem mentsünk egyet, ott meg van valami szembe. Hát csak azért is, mert olyan, mintha itt valaki szaladgálna. Na, itt egyet mentünk, az a biztos. Na, tehát arra, meg majd fogok kérni, képzeljétek el egy hasi ultrahang időpontot. Nem. Nem vagyok terhes, de úgy, mivel, hogy nekem annó veseköven volt, így érdemes a kontrollt tartani, és megnézni, hogy minden rendben van-e. Ez mi a faszom? X-eket mutat a helyszín. Lehet, hogy ez lenne a... A shape-ölbe van. A kulcsokat mutatja. Vagy a hengereket mutatja. Bedroom. És mi az? Basement. Tehát a pincébe van egy. Meg még nem tudom hol. Jó, azt kapcsoljuk le. Nem tudom lekapcsolni, nagyon jó. Na megvannak a többi hengerek. Hogy hol fogom megtalálni. Én hol vagyok most? Aha, jó, megvagyok. Na. Ezt is ki tudom nyitni. A rövidítésképp lehet, hogy kinyitom. Olyan gyanús, mintha valakit mászkálnak komolyan. Itt van valami. Ez mi? Oh, ez kell a bárba, basszus. Sörcsap. Királyság, megvan a sörcsap.
Valaki itt sétál, ez kurva élet bazzak, hogy itt valaki sétál. Hát ide hallom, hogy sétál. Ott van! Ott van. Várj, egy levél is van. Na! A hengerekkel végzett legutóbbi vizsgálat jelentős előrehaladást ért el. A negyedik tesztalany a székben töltött ismételt alkalmak után lényegesen megnövekedett szuggesztió és engedelmesség jeleit mutatta. A hangingerek a vizuális sugalmazás kombinációja működik, de hogyan lehet ugyanezt az eredmény nagyobb léptékben a tömeges közönségek előtt megismételni? De kicsodán a személyzeten? Tehát ez a genya? Az azt akarja, ugye, az elrabolt szirénnek a hangját felhasználni, ha itt lesz a lift. Ez nem a lift? Ez nem a lift, bassz meg. De ez a lift. Itt tudunk följutni az első emeletre. Na most viszont vissza fogok menni a sörcsappal, mert én ezt akarom. Ez mi? Tehát én a sörcsapot akarom. Na várjunk egy kicsit. Aha. Lehet, hogy ezt kinyitjuk. Ez itt mi? Ott van egy jelzés. Az lett... Ott bal alul. Ja, az ajzé. Aha, jó, oké. Ott is van két hely. De gyerekek, egy csomó helyre el lehet menni. Igen, irány a sör. Csapolok nektek egy sört. Jó? Ezt kinyitjuk. Már csak azért. De figyelj be, akkor ez bejött az ajtón. Mert itt sétált előbb ez a hülye. Merre megyek? Jó felé megyek? Várjunk. Jó, egyenesen. Figyelni kell ám a lábam elé. Oké. Okay. És akkor merre volt a sörcsap? Mehetek egy kört. Ah, megvan. Itt aztán felállhatunk, ugye? Szerintem itt volt. Igen. Várj, itt volt a telefon. És a szemközti szobába, oké. Okay. Itt. Azok az ajtókat nyitva teszem, vagy hagyom. Itt a sörcsap. Megnézzük, mire jó. Jó, várjátok, a sorrend viszont nem mindegy. Na várjunk, nézzük meg, mi van rajta. Buldogfej, sárkány, kockázászló és... Tehát négy a sorrend. Királynő, vár, sárkány és buldog. Hát kezdjük a várral, aztán mondjuk buldoggal, aztán királynővel, aztán a sárkányjal. Tehát a sárkány az utolsó. Jó, nem. Mi lehet a sorrend? Kezdjük akkor a sorba így. Na várjatok, valami itiner azért nincs erre, hogy... Ezt azért becsukom addig, nehogy valaki meglepjem. Na... Szerintetek mi lehet a jó kombó? Tehát ugye... Van a királyné, van a vár...
Egy sárkány, amire nem tudom, mi van ráírva. És a pitbull. Vagy bulldog, bocsánat. Bulldog better. Mi lehet? Hát a brit királynő. Vár sárkány, nem? Tehát ez a kettőt tudnám összerakni. Tehát, hogy ez, meg ez. Meg ez, meg ez. De mi a sorrend, azt ne kérdezzétek. Képek elől. De én nem láttam képeket, vagy hol láttál képeket elől? Ja, hogy jöttünk! És ott volt a folyosón, ugye? Amit meg is tudtam nézni. Csak nem láttam. Amit bejöttünk ebbe a... Ott legfölül, ahol kezdtük. Ott volt valami kiírva. Hát én ezt honnan tudjam? Vagy kinn a halban lévő képek? Nem, csapokon túl. És ott hol van a képek ott kint? Ah, ott a bulldog. Igazad van. Tehát akkor azt ki kell menni és meg kell nézni a falon, hogy mi van. Na jó van már. Hát ez hülye. Jó, megnézzük. Mert itt azért mire kitaláljuk, lemegy a nap. Jó. Meg lesz. Figyelj, ezek úgyis lassan mozognak. Legugolok, azt megyünk. Na. Csak a lábatok elé nézzetek, jó? Ezt én mondom, aki bazd meg. Ott vannak szembe. Kövessük a hülye gyereket, azt meglátjuk. Majd megállja. Ott a bulldog. Bulldog, kastély, sárkány, királynő. Hát eddig is úgy volt, nem? Bulldog, kastély, sárkány. Jó, let's go. Oké, okay, köszi. Nem is láttam ott képeket, na nézzük. Bulldog, kastély, sárkány, királynő. Ez siker, köszi. És kinyílt egy titkos ajtó odakin. Kétsz, ez utánam jött. Halljátok? Simán utánunk jött. Hát erről nem volt szó. A kurva anyját neki. Hát most jobb beszopattam magam, akkor őt vissza kéneám csalni. Álljál fel a szússába, azt mondom. És melyiket csaltuk oda? Mert itt ugyanúgy ketten vannak. Itt egy létre. Hogy rohadjál meg, hogy erre érzed tényleg. A sző visz az emeletre. Megvagyunk. Megvagyunk. De figyelj, mehetünk volna a lifttel is, de szerintem az meg nem működik. És azért volt ez így kitalálva. Hát megcsend ez a kurva telefon. Feladat kész. Jó, nyitás. Ó, ott a kastélynek a makette. Makette, makettje. Telefont fölvesszük. Gizi az. Vagyis Elizabeth.
Elizabeth, ott vagy. Sikerült feljutnom az első emeletre. Yes, I'm still here. Még itt van. Hopefully you'll be able to find a way. Most már találsz ide fel hozzám egy utat, de arra kérlek, az első emeleten vigyázz. Az apám és a nagybátyám mindenféle fenyegető dolgokat eszeltek ki. Nézz a lábad elé. Köszi a tippet. Na. Mit nézzünk meg először is? Megkérdezzük. Vendégszobák vannak azon az emeleten, meg a könyvtár és az apám szobája. Nem benne biztos. Talán a könyvtár? Hát basszak, én találjam ki? Ki lakik itt, bassza meg? Na mindegy, van még valaki a padláson? Már jó ideje nem hallott semmit az ajt előtt, viszont azt igen, hogy a többi szobában kutatnak. Vigyázz magadra, kedves Tomaszom! Vigyázni fogok! Egyen meg a bal bokádat. Na jó, akkor itt vigyázni kell, a lábam mellé kell nézni. Tehát, ott megy a kis vasút. Ide kellenek, úgy látom, cuccot. Aha. Ilyen darabok kellenek. Hiányzó darabok. Hát kell majd gyűjtögetni ebben a játékban, nem keveset. Igen. És az hányadik? Három? Négy? Négy ilyen cucc mi van? Na kell. Ez mit keres itt? Simán bejött az ajtón, csak így... Nem, nem számít. Nem arról volt szó, hogy ezek nem jönnek ajtón. Akkor nézzünk itt szét először is. Ott a mentési hely, tehát én szerintem ezzel kezdem. Hogy mentés? Paf, ezt jól bebasztam. Jó. Mentési helyjel kezdünk. Az a tuti. Itt is van. Ha már följöttünk... Is this true, mother? Na. Did you play a part in this madness too? I would believe my grandfather's ramblings insane, but for what my father has intimated of late, if it were not for what I have discovered myself, that our fortune is born from blood, the price we pay for the siren song, the same song you sang, mother, uh-huh. The song father now wishes me to learn. Tudom, még kényszeríti az apja ugyanerre a dalnak az éneklésére. Én már tudom. What should I do? I cannot give in to my father's demand. Not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking. Founded on a creature of myth. On a cult dreamt up by grandfather. A cult in which you served as its priestess. How could you? No. No, I shall not. I will not be a party to this. There must be some means within my reach to stop this, to end all this darkness. Jó. Tehát elmondom az én meglátásaimat. Ugye a... Hát már eleve betegnek néz ki az... Nagy fater, tehát... Na, az én agymenésem az, srácok, hogy... ugye azért akar minket a nagyapám, meg mindenki megtanítani arra az énekre, ugyanazt az éneket akarják megtanítani, amit az a szirén énekelt. Ugye az, a szirén dala, az megzavart mindenkit, és épp azért akarják, hogy ugyanazt énekeljem, mert akkor velem tudnák megzavarni az egész mindenséget. Ugye anyám is az énekelte, és most velünk is ezt akarják. Na jó, hát akkor nézzünk szét az emeleten. Szerintem kurva nagy az emelet. Aha. Hol vagyok most? Ott. Baszki, van kismillió szoba.
Na jó, hát nézzünk szét az emeleten. Aki lát valamit, sikít. Lábam elé kell nézni, mindenféleképp. Mert ugye valami csapdákat állítottak ezek a szemétládák. Ez lenni mi? Itt egy hajó van. Meg még egy hajó. Oh, csengetjük, bazd meg! Jaj, ne! Ezt kell lejátszani, gyerekek. Remélem bejön erre a hangzavarra valaki. Jó, csukjuk csak be, bazd meg. Tehát ding 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 ding. Ezt kell lejátszani. Valaki lieg, bazd meg. Vártok, itt ki van ütve a fal? Egy kád. Mi a fasz van itt? Ez mi? Egy ajtó vissza a halba. Aja. Nagy már megint, bazd meg, te hülye vagy, Norvi. Ó, te gyerek. Na. Hát ez itt sétál, én meg itt harangozok. Hogy szól ez a hang? Aha. Valaki bejött. Tehát a tung az a legnagyobb. Szerintem a középső ez kicsi és ez. Be fog jönni az ajtom. Most csukódott be magától az ajtó. Várj, hallgassuk meg. Sikerült? Majdnem jó volt szerintem. A legutolsó a nagy az jó. Hogy van ez? Most tényleg jövök ő. Az utolsó előtti a kicsi, nem? Sikerült. Meg is van. Jó hallottam én. Az utolsó előtti volt a kicsi. Na, ez megvan. Az egyik darab megvan. Szerintetek ide be tud jönni bárki is, legyen az? Mi a fasz? Mi történt? Mi volt ez a hang? Hm.
Bazd meg. Hú, de idegesíti ez a... Mi volt ez? Csapda volt? Én föl nem állok. Pedig néztem a lábam elé. Marhára nem láttam semmit. Térkép. Oh yeah, térkép. Na. Haladunk. Egy darab megvan a kö... És akkor itt az emeleten össze kell szedni az összes darabot, és középre berakni. Hát ez kurva jó lesz. És úgy az összes létező szobát át kell nézni, hogyha megnézitek a térképet mögöttem. Hát de még szembe se voltunk. Na jó, hát akkor... Ja. Googoljunk le, nyissuk ki az ajtót, az gyerünk. Jó, nekünk erre kell jönni. És remélem nem erre jár kell ez a fasz kalapcsa. Egy ajtó van balra, amerre még nem jártunk, 105-ös, ez zárva. Jó. Ja, bazd meg. Mindig elfelejtem, hogy itt... Itt kussolni kell. Ja, mindegy, körbenézünk. Google-ba megyünk, az lesz a fasza. Ah, itt van valami kis áram. Földön nincs se. Az mi volt? Mi az, baba? Valaki sikít, én hülyét kapok. Ja. Mit kell itt nézni? Itt van valami. Oké? Okay. Ja. Rendesen be vagyok darázva. Kézikerék! Hova a bánatba megyek én itt? Titkos utakat találtam. Sokat nem látni ebben a játékban, de nem is foglalkozunk ilyen... Ezt itt kibasztuk, mind a szart. Aha, ez ami titkos helyszínre hoz minket, itt már voltunk. Igen. Jó. Megnézzük a másik irányt is. Ez ilyen menekülő útvonal lesz, már látom előre. Ez arra jó lesz, hogyha kergettek, akkor betudsz. Be tudunk szaladni ilyen járatokba. Ennyi. Ez egy nagy véges lófasz, legalább lett volna a végén valami. Ó, de genya vagy te. Jó. Hát körülbelül annyit láttok, mint én. És fölöttünk hogy hallani, hogy ők sétálgatnak, jó? Most agyalok, hogy vissza kéne oda jutnunk. Szevasz, Ancikám, szép estét! Tehát ha megnézitek, visszafele kéne mennünk, és teljesen a térképnek a oldal tetejére. Tehát a bal felső tetejére kéne mennünk a térképnek. Hát jó, csináljuk, hát most... Most fölállok, azt inkább úgy megyek. Azt a kurva, hogy eljött mellettem! Bazd meg!
Jó, akkor itt végig megyünk egyenesen. Hát mi bajunk lehet, gyerünk. Csak egyenes. Lábad elé néz, guggolva megyünk. Fasz, megyünk guggolva. Kimenjünk a főtérre? Összeszedjük azt az egy darabot, vagy kitegyük? Nem tudom, mennyi fér az invertoringba. Hát van még hely. 2, 4, 6, 8 hely van. Ha egyet kiteszek, akkor viszont kevesebb lesz. Na, várjatok. Vagy mentsünk? Az is egy. Akármennyit menthetünk. Szerintem nem kaptak el, hát jó vagyok. Nem mentek, bátor vagyok. De ha elbaszom, fú, geci. Sikítani fogok. Na, itt is van egy szoba jobbra. Zárva. Aha. Gizi néni. Hol állunk? Oké. Okay. Itt el van barikádozva. Itt lehet jönni, itt nincs baj. Itt valaki nyekereg. Mi az a fény? Ez gyanús, itt valaki ki fogja törni az ajtót. Azt a kurva, az itt sétál a kis buzi gyerek, már bocsánat. Oda én hogy megyek be? Na jó, nézzük. Lehet jobb lett volna menteni. Halkan. De mindegy. Ott van az asztalon valami. Az jó. Itt egy titkos ajtóka. Szevasz, Bazsi, hello, hello. Ezt meg fogják hallani. Nem hallották meg. Majd holnap lesz olyan is, hogy itt a srácoknak nyomunk mindent is. Szegény mazdás. Na most itt vagyok annál a siránkozó alaknál, nem? Fúj, itt valaki szét van tépve. Ez itt sír? Hol vagyok? Nem, mögöttem van egy kérdőjel. Meg egy zárt ajtó, azt lehet, hogy kinyitom most. Sőt, biztos, hogy kinyitom. Ott lesz benn. Szét van ti... Ez mi a faszom? Ide kell ez. Baszkit, mi lesz itt? Nem megijedni. Ú, tekerni kell egy gombot. Hát tekerjük, bazd meg. Hát most mi baja lehet? Kurva élet. Azt a kurva élet. Fölállt a székből, és várja, lehet, hogy kinyílt az ajtó. Akkor tudjuk fölvenni a darabot. Az enyém nem fekete, hanem egy lilás. Várja, hol volt ez? Várj egy kicsit, Sanci, hogy az éjjel. Hát voltam a nulláson egyébként. Nem gizdáskodtunk, mi körülbelül egy ilyen 100-zal jöttünk. És körülbelül egy olyan fél ötre értünk haza, ez olyan 4 óra 10 perckor lehetett. Milyen kocsival volt? Lehet, hogy én voltam.
Nem mentem gyorsan, az biztos. Utána az M3-ason voltam. Én úgy érzem, hogy most kinyílt az ajtó, és be kell menni. Várjatok, ez hol volt? Hol volt, hol nem volt. A felkiáltó jel az ott van. Azt még fut is, hallod? Miért picsáját mészorultam be, bazd meg? Ezt közben találtam egy papírlapot. Nem. Ja jó, nem, tegnap nem voltunk sehol. Testvérem, könyörgöm, jól fontolt meg, mielőtt meggondolattal úgy cselekszöl, együtt találtuk ki, és építettük fel a gyilkos szobákat, hogy tápláljuk a lényt, és finanszírozzuk terveinket. Nem engedélyezhetem tovább a rajongásodat a féktelen pusztítás iránt. A múltban talán elfogadható volt, amikor a vendégek még tömegével özönlöttek a szállodába, de az elhamvasztott holttestek és a hatásuk olyan felesleg, amelyet már nem engedhetünk meg magunknak. Ezek tényleg betegek voltak. Most jön erre ez a faszkalap? Vissza kéne oda menni! Vissza kéne, srácok, oda menni, ahol... Ahol ezt a tagot láttuk, hogy verte a fejét. Mi az erre van, basszok? Tudom, mindegy, itt jön mögöttem. Nem kell vele foglalkozni, jöjj velem szembe is! Te hülye vagy, basszok. Megvan a darab. Látjátok, mondtam én, hogy ott ütni kell a dolgokat, viszont gyógyítanom kéne. Az jó az a cucc. Itt ütött előbb az üveget, és kijött ez a nagy darab állat. Ricsikém, jó utat kívánunk! Vigyázzál magadra! De jó, várjatok! A leghátsó szobában még nem voltunk. Ezt hiszem magammal, mert ez életet mentett. Összeszedtem még egy... Ne fedd el, te puzi! Elkúrtam basszak az utolsó darabot. Sose tudom ezt, hogy működik. Basz meg, eszi, basz meg. Mennyi már, hát mibe akadtál bele? Nem kap levegőt, hülye ez, basz meg. Hú, most ha kéne menteni. Itt egy áldozati... valami. Mi ez? Zenekulcs, gyerekek, zenekulcs. Találtunk egy zenekulcsot. Ilyet még nem is láttam. Na jó, visszafele menteni kell viszont. A tűznek a izétől ugye pekőgünk. Mindjárt gondoltam. Jó, akkor megvan minden. Megvan minden. Akkor most teljesen vissza kéne menni, és középen ki kéne rakni a két dolgot, amit felvettem,
és menteni kéne. Vagy hát előbb menteni, és elrakni a két dolgot. Megnézzük addig, mik vannak nálunk. Látjátok? Itt van már egy darab, itt egy darab, és itt a zenekulcs. És van még egy hangmodulátor. Nem, kettő van. Az egy jó dolog. Kettő van. Jó, akkor megnyugodtam, hogy nem basztam el az összeset. Tehát még kétszer tudom ezt a hangszart csinálni, amiből egyet már... Menj be a kurva agyát! Eszembe. Amiből egyet beállasztáltam, akartam mondani. Jó, elkúrom én ezeket a dolgokat. Miért cserg a telefon, haló? De bazzag, itt mászkál a csávó, azt én vegyem fel a telefont, ami csörög. Vegyük fel, hát most mi bajom lett? Haló? Ha most mondtam a szobákat. Igen. Ha tudta volna. Hogyan juthatok el hozzád a fel a felső emeletre? Van egy lift. Ami inkább az apám bütykülésének és a izének. Igen. Azonban készített összetett zárakat. Igen. Hát kettő már megvan. És még én nem árultad el, hogy a szobákban darabokat össze kell szedni. Hülye ribanc. Milyen beteg hangja van. Várj, nézzük már meg, mik vannak nálunk, a sárga és a piros. A sárga és a piros. Kicsit kövöbbi, de sem baj. Ez sárga? Mondjuk. Meg a piros. Kettő megvan. Jó. Mentettem? Basztam menteni. Basztam menteni, ugye? Nagyon ügyes gyerek vagyok. Nekünk pedig menteni kell azon nyomban. Mert halálának halálával fog meghalni. Ott a mentési hely. Így, elmentjük. Nice, így most már nincs gond. Így már nem félek. Meg is ölhetnének egyszer. Annak jobb a füle középen. Hárman itt sétálgattak, értitek? Jó, megyünk. Jó, ott a lift. Ott jutunk föl a csajhoz. Nekünk itt most lefele kell menni jobbra. Kinyitni ezt az ajtót. Persze, hogy zárva van. Jó, akkor ide se tudok bemenni. Viszont a telefon mellett is van egy ajtó lefele. Akkor azt megnézzük. Ott arra, igen, amerre ő megy. Ez jó. Isaac naplója, nézzük. Augusztus 12-87-ből mindegyik őjük kétségek közé üldöz, a mamlasz bátyám úgy tűnik, megerősítette Elizabeth legrosszabb gyanúját, miután elkezdte belásni magát
apánk naplójába. Most már egyszerűen megtagadja az éneklést. Nem hajlandó a dal felvételeiből tanulni, és követni az anyja örökségét. Persze, hogy nem. Biztosan létezik egy másik mód, egy eszköz. Az utóbbi évek csekély zsákmánya mellett nem húzhatjuk sokáig, talán maguk a felvételek? Talán létezik mód egy kevésbé makacs és szeszélyes megoldásra? Ja, talán. Jó. Talán kimertne ez a pöcsfej ebből a szobából. Talán. Lábam elé kell nézni nagyon. Megint befagyott? Ez mi? Ott le lehet vágni valakinek a kezét. És ott van is két kéz. Nice. Nem akarna az a szörny idejönni? Azt mondjuk levágnám a kezét. Az mondjuk jó lenne. Ezen a helyen voltam már. Hát nem voltunk még itt, mert ez zárva volt. És mi van itt? Haló? Hát ez itt körbe-körbe jön, nem? Jó gondolom? Még egy levél. Ez Jebediah naplója. Igen, a HMS Providence összezúzott rakterébe bukkantunk rá, egy üvegburkolatú vasketrezbe zárva és vastag láncokkal lefoglalva. Hogyan fogták el, hová szállították, és pontosan kihez fogalmam sincs. Nagy szerencsék volt, hogy ilyen tragikus állapotban bukkantunk rá, ugyanis ha énekelni kezd, végzetünk bizonyára elkerülhetetlenné válik. Az azt következő hetekben még dal, még legyengült állapotában is hatással volt az embereimre, sőt, még a nő elméjére is, úgy hiszem, magát, yes, passionate, Melfoméné lányát, a krónikus és tragédia múzsát fogtuk el. Mi ezt kezdenénk egy ilyen teremtménnyel, egy ekkora erővel? Azok, akik meghallják a dalát, a varázs alá kerülnek, és még befolyásolhatóbbá válnak, sőt, még elkezdik imádni is. Kíváncsi vagy, használhatnánk még több hajó idecsábításához. Azonban, ha lenne mód hatalma irányításához, a dala megtanulásához. Legidősebb fiam Isaac azt javasolta, hogy a jegyese Prudence hajlandó megpróbálni, és én pedig az áldásomat adtam rá. Mondtam én nektek, látjátok, én már egyből kitaláltam. Tehát anya azért kezdte el ezt énekelni, mert ugyebár a fater megtanította. Na. A fater akarta. Itt mi van? Jó. Kéne még kettő darab. Szia Gina, üdvözletem, hello. Volt már egy darab sikítás idáig a streambe. Jó, mindent átnéztem. Van még egy nagy szoba jobbra a telefonfülkénél, és van a lift. Tehát akkor nézzük meg először is a nagy szobát. A lift szerintem az... az nem fog játszani. Ott van a sarokban, itt a nagy szoba. Megnézzük mindkettőt. Ó, ide kell a hangjegykulcs, amit fölvettem. És ez pedig itt... a létra, a följebb tudunk menni. Nagyon jó. Hogy nyissuk ki a hangjegyszobát. Ezzel. Megvan. És újabb 8000 szoba.
Ezt becsukom most egy kicsit. Na jó, hát újabb helyszínek, srácok. Nézzük meg az elsőt, a 108-ast. Kurvára Google-ba akarok menni. Oké. Egy feljegyzés megint. A szirén a görög mitológiában. Magam. Egy csábító altadódal, ami sokkal erősebb, mint parti lámpásaink, bárcsak megénekelhetném. Aha. Hú, basz meg. Ez jó hosszú. Jó, az egy ilyen dallam. Igen. A szirének a görög mitológiában. Igen, itt mondja. Aha. Tehát ugye ez az volt a mitológiában leírás, hogyha megfordítod ezt az egészet, tehát nem hallgatod, hanem kikötözöd ezt a szirént, akkor valószínű oda csalhatsz vele az énekével másokat. Ott egy darabot lók. Miért érzem én azt, hogy ez túl egyszerű volt? Mi a fuck? Mit rakok ide bele? Hát gyerekek, nincs ide való, semmi szarom. Már ebbe... bebagolt. Megy össze a fal, bazd meg! Nem vettem észre, hogy mi történik. A srácokat beszoptam. És most meddig jutottunk el? Itt elmentettem, akkor csak addig jutottunk el, nem? Hogy a két szobát. Ne, igen, az alsó szobát. Bassza meg a kurva élet. Ugye a lenti szobákat. Újra át kell nézni. Ez befingás. És mehetünk újra egy gyors kört. Itt menni kell egy kört. Mindent újra kipróbálok. Mi volt itt? Itt volt a... Oké. Itt egy írás volt csak, ugye? Másik végén a szobának.
Igen, ezt elolvastuk, jó? Igen, a mentésekre oda kell figyelni. Most itt van az ajtó. Oké. És ugye most kell szembe menni, és meghúzni akkor a kart. És ott is megy egy, így. A 108-as szobába döglöttem meg. Érdemes erre odafigyelni. Ott leesek, és ott volt egy valami, ott keresni kellett volna az ablakokba. Lehet, hogy most kéne menteni, mielőtt meghúzom a kart, hogy nekem megint újra csinálni? Tudtam én, hogy itt valami szopás lesz. Ez túl egyszerű volt. Pedig ezt meg kell húzni. És ha innen veszem, akkor is leesünk. Na jó, most már tudom, mi a pálya. Gyorsan kiúzgál. Oké, megvan. Ezt megúsztuk most. Ez mekkora rész volt? És melyik szobát nyitja? A zeneszoba jobb oldalát nyitotta. Viszont most lehet, hogy el kéne menteni. Messze van az a kurva mentési pont. Melyik darabot szedtem össze? A zöldet. Az itt van szembe. Azt ráteszem és elmentem. Ez nem is az, ez kék, bazd meg. Jó, elmentjük. Ez a biztos. Ígyni. Fasza. Jó, akkor már csak a másik oldalt kell átvizsgálni az egészet. És utána akkor ez kész mint, és kinyílik ez az ajtó szerintem itt. És utána mehetünk föl még az emeletre is, mert itt is föl lehet menni. Állítólag ez a liftes szoba. Még ezt itt hagyjuk már, hogy tudjuk már, hogy... Ez azért mekkora eljön melletted a csávó. Baszd meg! Mondták... Na! Mondták, hogy nézzek a lábam elé. Nem tettem, ráléptem egy geci üvegre.
Hopp, itt a következő mentési hely. Hát akkor azt használjuk. Oké. Okay. Szép. Szerintem haladunk, haladunk szépen lassan. Oh, I despair that child. Her willful insolence shall be the downfall of us all. Here we stand, at the edge of ruin, and yet we have the answer. Caged and bound in irons in the caves below the point, at the mercy of when I choose to provide it sustenance. And for what? For Elizabeth to refuse to sing its song? Mm-hmm, I'm hot. I'm not asking her to bring back my father's slavish cult. No! Just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Our family's grandeur. All she must do is sing to lure them here in their droves. If not her, then how? There must be some other way, some method of using my recordings. But how to focus the effects without a singer to wield its intent? Aha, tehát felvette a fater ugye az éneklésünket a Magnóra, és... De arra nem jelenik meg senki. Tehát énekes kell használnia ahhoz, hogy... Hogy működjön az a szar. De figyeljetek, már nincsen élet italom, és... A karakteremnek dobog nagyon a szíve. Tehát kéne egy itóka. Hol nyitotta ki az ajtót? Ott megy szembe. Hatalmas terek vannak itt. Ezt már most látom. Itt a könyvtár, ugye? Hol zenél ez a szar? Aha. Itt azt nem merem megnyomni. Pedig kéne. Hát nézzük. Miért gondoltam én azt, hogy ez egy csapda? Jó, hogy csak elájultunk. Nem láttunk semmit. És most mi legyen, haló? Hát kettőig nem látok. A harang irányába kell menni. Ott van. Ó, bassz meg. Megvan. Valami izé van. Sikítozás. Aha. Ez is megvan. Zene szó fele. Mi a faszom ez a hang? Réta. Kibaszott zene. Oh.
Ez legalább meglett. Itt énekel. És megvan a kotta hozzá. Ez is kell. Ott egy kulcs. Jó, nem, az egy döglött madár. Oké. Okay. Oké, okay, itt a nyitott ajtó. Gondolom ez a megoldás. Oké. Okay. Kijutottunk az őrületből. Aha. Van két papírlap, tehát megvan itt jobb oldalt látható. Jó lenne egy gyógyszer. Azt így megköszönném a játéknak, ha lenne. Természetesen ugye elhasznált. A másik oldalon jöttünk ki fölül. Na az elmegy ez a picsába az a játék. A másik oldalon fölül jöttünk ki. Ha visszamegyek, az nem jó semmire, mert nem fogja földeríteni, igaz? Szerintem most sem, ilyen nincs elérhető térkép. Tök, hogy itt ment el a haverunk. Amit látjátok, piros a kijelzés, arra kéne menjünk. És nincs sehol egy gyógyszer. Ez mondjuk szívás. Ez mondjuk szívás. És mi az, amit fölvettem? Ja, a kotta. Becsukódott az ajtó jobbra. Mindegy, követjük a csávót. Bajunk nem lesz. Ketten is vannak, ők mindjárt pacsiznak egyet. Követni kell őket. Nem tök egyenesen, hanem itt el balra. Láb elé figyelni. Mert azért szoptam be, mert nem néztem a láb elé. Figyeljetek, ne mentsünk egyet. Csak egy baj van, ha most elmentem, akkor ilyen betegen fogunk menni. Én nem mentek most. Mert hát ott addig nem mentek, míg nem találok egy gyógyszert. Mert most, ha így elmentem, akkor szopunk. Ugye, mert egy mozzanat és vége. Ha ott nem léptem volna rá az üvegre, most tele lenne az életem. Ugyebár. Jó, na mindegy, akkor próbáljuk meg. Fölfele balra fog menni. Szerinted, ha befogom a számot, beizéri azt a löttyöt? Szerintem nem. Megpróbálom. Jó, és akkor most itt átnézzünk mindent. Itt egy zenélő szoba. Használ... Mit használjak? 109-es, egy ilyen kék jel van rajta. Nem nyílik ki, bassza meg. Jó, azt nem tudjuk kinyitni. Pedig már ki kell nyitni, biztos vagyok benne. Aha, egy új jel van ott a kulcson. Ez egy üres szoba. Igazán rendes volt a játék. Nem merek állva menni, mert félek, hogy meghallják lépteim. Egy gyógyszert szeretnék, haló játék.
Az így kurva jól esne. Egy nagy ajtó van itt, meg szembe van egy ajtó. Szóval de megnézzük a szembe ajtót. Ó, oh, hogy baszodjál meg. Jó? És hát tudjuk, hogy onnan jön valaki. Ó, oh, térképet kapunk, az viszont egy jó dolog. Megvan a térkép. Ez már egy pozitív. De megnézzétek, ott egy kérdőjel. Van egy zárt szoba, itt van velünk szemben egy szoba, megvan a térkép, ami kurva jó, és kéne egy lötty. Légy szíves játék, adjál életet. Feljegyzést, papírt, azt ad annyit, hogy öröm nézni. Ott egy ajtó, ami kinyílhat bármikor. És miért érzem azt, hogy ki is fog? Viszont az életet a szelét gyengén adja, az kár volt használni eddig. Sötét van ebben a szobában, de kurvára. Ezt kicsuktam magam a szobából. Ott volt a csapda. Ebbe szól az a szar. Az mi? Az zárd el a csapot, te sókám. Hát ez forró volt, bazd meg. Istenem. Egy test van itt. Ami már egyszer lett égetve, megsült a kezünk. De gyógyszert nem ad. A zenedoboz megvan. Tehát ez tökéletes. Jó, hát akkor menjünk szembe most a szobákba. Hát most nem tudok mit csinálni. Most vagy mentés az élete kéne. De miért mész a kurva anyád, köcsög? Van itt egy lépcső fel az emeletre. Ott a gyógyszer! Vedd már föl! Megvan. Megvan a gyógyszer, most kéne menteni. És föl lehet menni az emeletről, hogy szintén sétál valaki. És ez a könyvtár, ha jól látom. Bazd meg az anyát. Jó, bocsánat. Na jó. Be kéne jutni, ott van a kérdőjel a közepén. Ezen az egész termen át kéne menni, sőt, az emeletet is meg kéne nézni. Jó, lehet megnézem előbb az emeletet. Mert itt csak egy irányba szaladgál a haverunk, ha jól láttam.
Azonban, hogy nagyon sötét a játék, egy kicsit egy hangya faszt itt lenne, ott egy üveg. Na bazd meg. Ott középen nem mehetek át, mert baj lesz. Ez most erre jön? Gondolom igen. Ott az üvegecske. A csapda, srácok. Hát tovább fog menni, reméljük. Emeletet meg kell nézni, valamiért azt érzem, hogy itt van valami. Mi ez a faszom sok gyertye? Jó, nagy semmi. Egy kapcsoló van itt fönn. Na tessék. Valószínűleg ezért kellett idejönni. És föl kéne menni a másik oldalra is. És nem átmenni, mert ott az üveg, hanem lentről kell végig menni a hallon. Igen. És fölkapcsolni a másik oldalon lévőt is. Na ott van szembe. Hát azért ez egy genya. Jó, kitalálta. Na most bement középre. Most kéne gyorsan elsúnyogni. Ne gyere még, várjál! Fogjuk be a szánkat! Halkan! Oké, ez megvolt. Ott a kapcsoló, látjátok? Ott. Tehát... tök jó. Át kéne jutni, akkor most a másik oldalra. És ahhoz kellene ugye egy mentés. Is. Nem ártana. Persze, hogy menjél vissza, te sókám, hát véletlenül se gyere arra, amerre kéne, nem baj. Aha. Jó. A lábunk elé kell figyelni marhára. Ugye majd föl kell menni az emeletre. Hol jutok fel én az emeletre? És ha be kell nyomni középen azt a gombot, várd, hol a főjárat? Ezt emeletre föl kéne menni. Nem látom, hol van. Sőt, más se látok, nem csak az, hogy hol megyek föl. De szerintem itt megyünk. Egy ajtó. Jó, minden megyünk az emeletre. Mert ugye az a következő helyszín. Eddig jók vagyunk. Ez mi? Valamit találtam. Csak félre lehet állni. A lábunk elé figyelünk, ugye itt a üvegcse. Azért nem szaladtunk át. Hol van? Hol van? Figyeljetek, mehetünk az üveg. Akkor ezt fölvette, bazva. Eltűnt az üveg onnan. Mi az, hogy lokkolva van?
Nem, majd meg kell nyomni lenne a gombot. Hát ez mekkora egy... Isten verte. Hát mi ez, srácok? Na hát akkor le kell oda menjek. Megnyomni középen a gombot, és visszajön ide. És ezt is megnyomni, és megnyomni megint a gombot. De jó, hogy dupla záros az a rendszer ott. Imádom. Hú, hallját, a tiszta stressz az a játék. Pedig ezt meg kéne csinálni és utána menteni. És ugye az lenne akkor a... mai agyrémnek a vége. Nincs semmi az útba. Jó, megnyomom a gombot. Egyik kinyitva. És most... fölmehetek, nyugodtan nem fog jönni senki. Az a... még nem tudom, ez a szobahajtó, hogy ide jöttünk. Az... hova vezet? Észrevett valaki? Itt azért legugolok, hát ha... azonnal a túlod... és figyelj, lemegy a lépcsőn. Ez már új, hogy ezek ilyet is csinálnak. Oké, meg is van. Akkor csak be... hallod? Hogy hogy észrevett? Láttátok ezt? Még ugye a kapcsolót nem kapcsolja vissza? A genya. Hát ezért csak jó itt izé guggolva menni. Fassza meg, az ember nem guggol már egyből. Hogy szaladt? Az idegbajos. Na jó, ez most hogy megy? És ha megnyomjuk azt a gombot, és akkor jó lesz. És akkor utána kinyílik szerintem a középső. Vagy ebben lesz egy ilyen darab, a negyedik darab. Meglássuk. Nyílj ki. Alkabban ki se tudtál volna nyílni. Srácok, nem veszik föl valami oknál fogva. Nem vette föl. Megvárja, még idén a csajába. Direkt csinálja ez a játék. Komolyan direkt. Jó. És akkor most kéne visszahúzni a pitchbe, mi? Megvan minden. Várjatok, megvan az összes darab. Most kell visszamenni középre. És menteni. Úristen. És akkor kinyílik a lezárt helység. Na jó. Bár hülye vagyok, mert kijöhettünk volna ott alul is, és végigjöhettünk volna alulról. És ott a mentési hely alul. Én meg most kerülök egyet. Hát, csak nem szívjuk be. Meg az anyád.
Mit sétál el mellettem? Ugye ezt nem tudtuk kinyitni, mert nincs hozzá kulcsunk. Ja. Oké, most már mindjárt túl leszünk a dolgokon. Ez jó, hogy széttörtem ott a szoba közepén, hát annyira jó. És betesszük az utolsó darabot. És utána mentünk a bal oldalon. De várjál, beteszem az utolsó darabot, történni fog valami. Akkor előbb mentünk. Baszd meg! Mondtam, hogy történik fog valami. Alaksor vagy emelet? Alaksor, emelet. Alaksorban is van cucc, csak így mondom. Na, a lift megcsinálva. Szia, cica! De viszont nem mentettünk. Tudtam, hogy előbb menteni kell, és utána berakni ezt a szart. Ó, és hova kerültünk? Ó, yes! Ez viszont jó dolog. Ez egy jó, ez mit nyit ki? Kinyitja... Kinyitja az elzárt helyeket. Nyitva vannak a lenti helyek. Ami megint egy tök jó dolog. Viszont akkor mi menjünk föl most akkor az emeletre, amelyet a zenélő doboz felszettem, irány a második. Mert ugye a csajhoz kell menni. És akkor nagyon remélem, hogyha már ide föl jöttünk a másodikra, és azért oda basztak nekem egyet, csöng a telefon. Persze, mi a fasz? Mi a faszért ne csörögne a telefon? Haló, ki az? Vajon ki az? Szevasz, Elizabeth. Thomas? Thomas? My uncle Abraham might be on the second floor. Azt mondja, a tesója valószínű itt lehet a másodikon. Tudod, hogy hol van? No. But I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere below me. Jó. Hallott a törni zúzni valahol. Jó. Semmi baj, óvatos leszek. My uncle was not a man to be trifled with before. Azt mondja, nagybátyja olyan ember volt, akivel packázni lehetett, most pedig már az sem biztos, hogy egyáltalán ember. Imádkozom érte, hogy vigyázz magadra. Tehát állat lett belőle. Hogyan juthatok el hozzád? Van egy feljáró padlásra, az apám szobáin keresztül a nyugati szárban. Arra felé eljuthatsz hozzám. Kérlek, légy óvatos, Thomas. Az leszek babám? Tudod, mi kéne nekem? Egy mentési hely, kis cicám. Ez már eleve szörnyen néz ki, hogy itt mindenhol gyertyák vannak, mindenfajta dolgok, egy ilyen cucc. Ez nem nyílik ki, ugye? Mert ugye ezt nyitni kell valami extra dologgal a másik oldalról. És életben megint nincs, természetesen hülye voltam, mert beraktam azt a szart, és rám rohant mindegyik. Akkor menjünk erre. Térképünk van-e? Az van. De nagy valószínűséggel itt egy mentési hely lesz. Én befogom a szám. Egyelőre még nem. De a tűznél ott köhögünk. És nincs itt valami szar?
Ja, bocsánat. Egy levél talán. Igen. Tehát az Elizabethnek címzett levél, drága Elizabethem, bár nehéz szívem írom most ezeket a sorokat, hiszen kevés időm maradt együtt. Szeretném, ha tudnád, hogy nagyon szeretlek és becsüllek téged. Annyi mindent el kellett volna mondanom neked, ez a ház és a tengeri mélységek, amelyek mellett áll rengeteg titkot rejt, közöttük számos kimondatlan szörnyűséget, és attól félek, én is a bűnrészesük voltam. Fiatal lányként elragadott a nagyapád és az édesapád önhítsége. Hol jártam? Igen, felfedezéseik által biztosított hatalom és hírnév ígéretétől. Ha létezik igazság ebben a földi világban, ahogy a túlvilágra állítják ugyanezt, akkor törlesztem az adósságot. Mindössze azt kívánom, ne fizess meg te is az én bűneimért. Annyi mindent tennem kellett volna, még. A legnagyobb bánatom, hogy gyengének bizonyultam elhagyni a Sker Hotelt, és nem vihettelek el erről a helyről, miután teljesen a varázsa alá kerültem. Nem szeretném, ha a hibát te is elkövetnéd. Hagyd el ezt a helyet, ne nézz hátra, és ne engedd, hogy elcsábújtson a mézédes dolával. Drága lányom, kérlek, ne sírj, értem. Te akarod, hogy tudd, teljes szívemből szeretlek. Örökké szeret. Produsz. Nem is azt írja, hogy anyád, hanem Produsz. Produsz a producer. Ja, nem, a muter. Oké. Okay. Egy mentést szeretnék. Egy élet sártad előtte, de... A mentés az jobb lenne. Aha, kijöttünk a nagy placra. Ott egy átjáró. Ott van valami. Na jó. Ott egy felkiáltó lesz a végén. Hallottátok? Hát de itt nem kopoghat. Halló. Ott a kulcs a szoba végén. Baszdmeg. A retkes kurva anyád. Ba, bocsánat. Láttátok? Kiütött a falat és elvitte a kulcsot. Ne, elmegy ez a rákó. Hát a köcsög. Na hát elég kemény a nagybácsi, az biztos. Innen jöttünk. Ennek a végén van valami. Jó lenne egy élet. Itt miért nem ad a játék ilyet? Egy térkép. Nice. De a térkép az jó. A térkép az jó. Élet se lenne rossz, meg a mentési hely, és akkor így a mai napra így a második emeleten be is fejeznénk a történetet. Most milyen bátran sétálgatok itt? Mindjárt jobb beszopom. Jó, életet nem ad a játék, de olyan menteni se tudok még. Elég ritkán vannak a mentési pontok. De kicsit szörnyű azért. Na most szerintetek merre lesz mentés? Ott a tekercs lent, azt látom. Menjünk egyenesen és jobbra föl. Ahol látunk ilyen ajtó. Hát... Élet sincs. Üzenetdoboz az van, bazd meg. Ott pörög. Nem kell megijedni.
Levél is van. Elizabeth ellendalának szövege. Ez volt a szobám, én úgy látom. Miért nincs egy élet? Miért nincs egy mentés itt a második emeleten? Mi volt ez? Én szerintem itt lesz a mentés. Remélem, mert... Baszki. Legyen már egy mentési pont, haló. Bazd meg. Hát kurvára nincs. Egy ajtó. Itt a mentés. Megtaláltam. Yes. Na! Megvan. Az idő lejárt. Apám ma este használni kívánja az általa tervezett gépet, a nagy harmóniumot. A siránkozó teremtmény rögzített dalának háttartási és személyzeti felhasználásához egy főpróba, a nagy újranyitás volt egy végső teszt előtte. Nem állok rá készen, próbáltam én magam megkomponálni. Próbálkoztam, amíg az újbegyeim véreznek tettek, és berekedtem, de végül az ellendel képzeneszerzője megérkezett a szállodába. Beszélnem kell velük a főpróba előtt, csak reménykedhetek abba, hogy ez elég lesz. Még mindig elmehetnék, eltűnhetnék újra és újra elgondolkoztam rajta az elmúlt napokban, de azzal csak azt érném el, hogy a többieket az apám kísérleteire bíznám. Jó. Nem kell, szembenéznem a családom műnőivel, és ha muszáj, megfizetem az árát. Ja nem, szembe kell néznem. Bárcsak ne lenne így, bárcsak ne egyedül néznék ezzel szembe. Mert attól félek, hogy az erőm és az elsánságom kudarcot lesz. Thomas, hol vagy? Szükségem van rád most jobban, mint valaha. Jó, na hát srácok. Ennyi lett volna mára. Mi kis történetünk, végre jutottunk a mentési helyre, és itt vagyunk a második emeleten, ahol is láthattuk a nagy darab fater elvitte a kulcsot. Innen fogom folytatni a holnapi napon. A holnapi napon szintén így estetájban, lehet, hogy inkább 5 órakor fogok jelentkezni ezzel, de viszont lesz még holnap több stream is. Úgy terveztem, hogy legalább még a napba kétszer be fogok jelentkezni. Egyszer úgy a délelőtt, déli órákban, egyszer úgy kora délután, és egyszer így kora este. Tehát igen, figyelj, nem gáz ez se, hogy ilyen kevés életünk van, Hulkó. Biztos, hogy fogadni a játék. Meg ha úgy vettem észre, most mentettem. De még piros a képernyő széle. Igen. Hát majd az kell. De figyelj, ha előveszem ezt, és elnyomom, akkor azért az hatással lesz. Meg is nézzük gyorsan, mert befejezzük, hogy mennyi van belőle. Egy darab. Ja nem, kettő. Kettő? Igen. Nem, egy darab. Egy ilyen szar van. És félig van az életem, ott látszik. Na minden esetre egy ez van. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy haladunk tovább. Minden esetre érdekes a sztori. Kíváncsi leszek, hogy gondolom a fő boss az a nagyapám lesz, akit segbe kell majd rúgni. És szerintem holnap be is fejezzük. Szerintem. De majd meglátjuk. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Holnap folytatjuk. De majd ez csak este. De azért majd figyeljétek az értesítéseket, mert lesznek egyéb tartalmak is. Na, köszi szépen a figyelmet, további szép estét, jó pihenés, sziasztok!